A 13. században épült meg az a műemléktemplom Máté Szalkán, amely a feljegyzések szerint a város legrégebben felhúzott intézménye. A templom mintegy másfél százada nem esett át komolyabb felújításon, így már ráfért a korszerűsítés. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati lehetőségei pedig lehetővé tették a rekonstrukciót. Két kormányzati támogatás keretében megújult a kossuthtéri református templom, két nyertes beruházás, tehát pályázat, amelyből 200 millió forintos visszanemtérítendő támogatást kaptunk, és az elmúlt három esztendőben Máté Szalka legrégebbi épülete, a 13. századi templom meg tudott újulni. Ez a gyülekezet számára azt jelenti, hogy egyrészt valóra vált egy 15 éve melengetett reménység, hogy ez az épület, amely már tényleg megérett a felújításra, végre megújuljon, és méltó környezetbe fogadhassa hétről hétre a híveket. A munkálatok magukban foglalták a templom udvar parkosítását, ami pedig az épületet illeti, annak teljes homlokzata cserére szorult. Átvették a torony szerkezetét, valamint a templomhajót, új vizes blokkot telepítettek, valamint az épület külső megvilágítása is megtörtént. A régészeti feltárásokat követően a templom belső is jelentősen megváltozott. A helyi lelkész reméli, a Máté Szalkai Református Egyházközség megújulása követendő példa lehet. Minden közösségnek, minden lelki közösségnek, minden gyülekezetnek a lelki erejét is mutatja az, hogy hogy néz ki a temploma, az épülete, és én úgy gondolom, hogy mi most egy jó üzenet tudunk lenni a szűkebb környezetünknek, Máté Szalkának, és egy jó üzenet tudunk lenni Magyarországnak, Európának azzal, hogy építünk, hogy újítunk, hogy lelki hajlékot hozunk rendbe, és mi arra rendezkedünk be, hogy szeretnénk az Isten színe előtt hétről hétre megállni, ott erőt, világosságot meríteni és hazavinni a hétköznapokba, hogy meg is látszódjék rajtunk, hogy mi keresztjének vagyunk. A Máté Szalkai református hívek vasárnap hálaadó Isten tiszteleten vehették először birtokba a felújított Kossuth-téri templomot.